Az irányító poszt az amerikai futball legnehezebb feladata. Kétségtelenül lelkileg egy irányító élete a legnehezebb. Rájuk esik a legnagyobb rivaldafény, ők irányítják a csapatot, így teljesítményük a legnagyobb hatása van egy adott csapat játékára. Fűzővel kifelé blog. De irányítónak lenni nem gyerekjáték. Minden alkalommal, amikor felmegy a pályára, valami nagyot várnak tőle. Azt várják, hogy minden mozdulata precízen meg legyen tervezve. Minden csak addig tartson, amíg tartania kell. Vessen be cseleket, vezesse meg az ellenfelet, majd a megfelelő időben a megfelelő döntést hozza meg. Nem is. Inkább a tökéleteset. Szóval a tökéleteset alkossa maga, ami elkápráztat majd minket, és a végén a levegőbe csapunk, vagy elismerően csettintünk, hogy ez igen. És az irányító ezt minden egyes alkalommal meg is próbálja. Felmegy a pályára, leadja a jelet, jön felé a labda, aztán lendül a kar, és fent van a váll. Fordul a csípő, és beleáll. Látod, ilyen egyszerű, mondják. Ez bárki meg tudja csinálni, mondják, ez nem is nagy művészet. Mert kurvára nem a dobás a nagy feladat. Sokkal nehezebb arra a néhány másodpercre kizárni mindent, ami nem fontos. Elfelejteni azt, hogy az irányító gyerekkorában hányszor hallotta az osztálytársaitól, hogy digi-dagi-daganat, kergeti a halakat. Hogy mennyire rossz volt fogócskában, hogy tesi órán nem tudta megmászni a kötelet, nem tudott nagyot repülni távolugráskor, és mindenki lehagyta futóversenyben. Nem foglalkozni azzal, hogy anyáik 98-ban elváltak, és onnantól kezdve apa lett a mesehős. Hol volt, hol nem. De nem hibázhatom, mert tényleg megtesz értünk ma is mindent, csak hát így a család, mint a pici. Csonka. Nem törődni azzal se, hogy a szeretett klubja politikailag terhelt helyszínen játsza az egyik legfontosabb meccsét. És bárcsak megkérdeztek volna erről minden irányítót, mert hát végső soron velük azonosítják ezt az egészet. Kizárni, hogy 26 évesen van egy tanári diplomája, ami igazi gyűjtői darab. Sérülésmentes, eredeti csomagolásban, bontatlanul. Szóval, hogy nem használta még semmire. Elnyomni azt magában, hogy az előző munkahelyét egy pánik roham miatt hagyta ott, és így egy hete most munkanélküli. Hogy a barátai folyton kérdezgetik, hogy mit akar most csinálni, ettől frusztrált lesz, pedig most tényleg csak egyetlen dobásra akar koncentrálni arra, hogy lendüljön a kar, és fent legyen a váll, forduljon a csípő, és beleálljon. Mert az irányítónak lehet csak ez az egy dobása van, amivel. Egy dobása van, tudod, mielőtt. És nem akar nyafogni meg rinyálni, mert most tényleg nem azt számít, csak az az egy precízen kivitelezett dobás előtte egy testsel, majd egy tökéletes időpontban egy tökéletes döntés, hogy boldogan a levegőbe csapjunk, vagy elismerően csettintsünk egyet. Tudod, boldogan a levegőbe, vagy elismerően csettintsünk. Thank you.